Dobrý deň, milí diváci, vítam vás pri obrazovkách. Jó napot kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Dňa 30. marca sa konalo 5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program bol nasledovný. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení, interpelácia poslancov, plnenie a čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2014, návrh na záverečný účet obce, stanovisko k záverečnému účtu obce, správa o činnosti obecnej polície, zastupovanie doktorky Načevovej, žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti, pripomienka pána farára k interpelácii poslanca, návrhy všeobecne záväzných nariadení, opatrenia zamerané na ochranu lesov pred požiarmi, úprava platu starostu, úprava platu hlavného kontrolóra, bezpečnostné opatrenia na ceste 1/63 Slovenská správa ciest, oznámenia podujatia motocyklový klub, oznámenia podujatia veľkonočný ples, usporiadanie zbierky, návrh na kúpnu zmluvu, žiadosť o zvýšenie limitu o vlastné príjmy a o povolenie čerpať vlastné príjmy na bežné výdavky a učebné pomôcky, žiadosti o pridelenie sociálneho a nájomného bytu, diskusia a záver. Március 30-án tartotta a helyi önkormányzat 5. rendesülését, melynek menete a következő volt. Megnyitó, határozatok ellenőrzése, a képviselők interpellációi, a költségvetés merítése és teljesítése 2014. december 31-ig, javaslat a község zárszámadásáról, állásfoglalás a község zárszámadásához, beszámoló a községi rendőrség tevékenységéről, Nacseva doktornő helyettesítése, kérvény ingatlan eladására, a plébános hozzászólása a képviselő interpellációjához, általános érvényű rendeletek javaslatai, az erdők tűzvédelmére irányuló intézkedések, a polgármester fizetésének módosítása, a főellenőr fizetésének módosítása, biztonsági intézkedések az 1/63-as úton, szlovák útkezelő vállalat, rendezvénybejelentése, motoklub, rendezvénybejelentése, húsvéti bál, gyűjtés megszervezése, adásvételi szerződés javaslat, kérvény anyagi keret emelésére a saját bevételekkel és engedély saját bevételek merítésére az általános kiadásokra és tanszerekre, kérvények szociális, illetve bérlakásokra, vita és zárszó. Starosta obce István Domin zahájil zasadnutie a konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7, to je zastupiteľstvo je uznášania schopné. Az ülést falunk polgármestere Domin István nyitotta meg, aki konstatálta, hogy a jelenlévő képviselők száma 7, tehát az önkormányzat határozatképes. Po kontrole plnenia uznesení poslankyňa Bulajčíková v rámci interpelácií poslancov upozornila na stav skládky komunálneho odpadu v Bokroši. Podľa nej je skládka už neúmerne vysoká, či môže byť porušená izolácia. Navrhla odobrať vzorky zo všetkých sond, nielen vybraných, a dať vyšetriť v nezávislom laboratóriu. A határozatok teljesítésének ellenőrzése után került sor a képviselők interpelláióira, melynek keretén belül Bulajcsik képviselőnő felhívta a figyelmet a bokrosi hulladéktároló állapotára. Szerinte a lerakat magassága meghaladja a tervezett és valószínűleg a megengedett szintet, és a szigetelés is már megrongálódhatott. Javasolja minták vételét az összes szondából, melyeket független laboratórium vizsgálna felül. Poslankyňa Brodská pripomenula, že na uliciach sa znova zhromažďujú psi. Pýtala sa, či je plánovaný ich odchyt. Brodská képviselőnő az utcán csoportosuló kóborkutyákra hívta fel a figyelmet, ezek befogásáról kérdezett. Ekonomka obce Andrea Vargová predložila zastupiteľstvu plnenie a čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2014 vrátane údajov o rozpočte školy.
Ďalej predložila aj návrh záverečného účtu obce za rok 2014. Na otázky poslancov odpovedali pani ekonomka a pán starosta. A község ökonómusa Varga Andrea benyújtotta a község költségvetésének teljesítéséről és a költségvetés merítéséről szóló beszámolót 2014. december 31-éig terjedően, beleértve az iskola költségvetésének adatait is, továbbá benyújtotta a község 2014-es évi zárszámadásának javaslatát is. A képviselők kérdéseire az ökonómusnő és a polgármester válaszolt. Prednosta obecného úradu Tibor Dittel predložil podklady, na základe ktorých sa upravuje starostov plat. Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu platu starostu na sumu 2040 eur s účinnosťou od 1. apríla 2015. Podobne bol upravený aj plat hlavného kontrolóra obce na sumu 185 eur mesačne od 1. apríla 2015. A község előjárója benyújtotta a polgármester fizetésének módosításához szükséges alapokat. Az önkormányzat határozatban 2040 eurós fizetést hagyott jóvá a polgármesternek április 1-i hatállyal. Hasonlóképpen lett módosítva a község főellenőrének fizetése is, aki április 1-től 185 eurós fizetést kap havonta. Starosta obce István Domín informoval o predložení žiadosti na Slovenskú správu ciest o zriadenie kruhového objazdu v mieste križovania sa ciest 1/63 a 1/64 Komárno Nové Zámky a Komárno Štúrovo. Dôvodom žiadosti je zvýšenie bezpečnosti križovatky hlavne v rannej a popoludnejšej špičke v pracovných dňoch. Žiadosť bola podpísaná dňa 4. marca 2015 starostiami 13 obcí Združenia Most Priateľstva a primátorom mesta Komárno. Falunk polgármestere informálta a testületet a Szlovák útkezelő vállalathoz beadott kérvényéről, melyben az 1/63-as és az 1/64-es Komárom-Újvár és Komárom-Párkány útvonalak kereszteződésében kialakítandó körforgalom kivitelezését kéri. Célja a közlekedés biztonságossá tétele, főleg a reggeli és délutáni csúcsforgalomban. A kérvényt a Hídverő Társulás 13 községének polgármestere is aláírta március 4-én. Starosta obce István Domín predložil návrh na usporiadanie zbierky na sociálnu pomoc občanom Ukrajiny v Podkarpatskej oblasti. Občania mohli prispieť peňažne alebo trvanlivými potravinami a oblečením. Poslankyňa Bulajčíková v mene sociálnej komisie prisľúbila zabezpečiť potrebné úkony. Zbierku ďalej postúpi odkázaným reformovaná cirkev v Šamoríne. Községünk polgármestere javaslatot nyújtott begyűjtés megszervezésére az ukrán és kárpátaljai polgárok megsegítésére. A polgárok hozzájárulhattak pénzzel, illetve tartós élelmiszerekkel és ruházattal. Bulajcsék képviselőnő a Szociális Bizottság nevében ígéretet tett a szükséges feladatok elvégzésére. Az adományokat a Somorjai Református Egyház fogja továbbítani. Na zasadnutí boli prítomní pán Žundálek s manželkou a pán Baš taktiež s manželkou, ktorí v diskusii aj prezentovali svoje návrhy, názory a požiadavky a tiež obvinenie smerom na pána starostu, poslancov a vôbec na prácu vedenia obce. Az ülésen jelen volt a Zsundálek és a Vas házas pár, akik a vitában előadták javaslataikat, nézeteiket és kérelmüket, szintúgy a polgármester, a képviselők és a falu vezetőségének munkájával kapcsolatos vágyaikat. Marca sa vo Veľkej sále kultúrneho domu konala výročná členská schôdza miestnej organizácie Zväzu ľudí postihnutých civilizačnými chorobami. Március 16-án tartotta a civilizációs betegségekben szenvedők egyesülete évzáró taggyűlését a helyi kultúrházban. Rózsa, rózsa, ha lesz a kajtanál,
úvode schôdze vystúpil spevácky súbor Gyöngyös Bokréta, kde Kornélia Dudásová Kurucová spievala szólo. A gyűlés elején fellépett a Gyöngyös Bokréta énekkar, ahol Dudás Kuruc Kornélia szólót énekelt. O činnostiach za uplynulý rok referovala predsedníčka organizácie Terézia Kincerová, ktorá na začiatku svojho príhovoru poprosila zúčastnených o minútku ticha na počesť zosnulých členov. Az elmúlt év tevékenységéről Kincer Terézia a szervezetelnöke számolt be, aki beszéde elején egy perces néma felállást kért az elhunytak társak tiszteletére. Köszönöm szépen! Figyeljünk az idősekre, fordítsunk nagyobb figyelmet rájuk. A fokozatosan kialakuló új élethelyzet szinte minden idős embert megráz, mert felhívja a figyelmet. Vo svojom príhovore spomenula, že v uplynulom roku viackrát navštívili svojich chorých členov, organizovali výlety a aktívne sa zúčastnili na podujatiach usporiadaných obcov a miestnymi organizáciami. Úzko spolupracujú s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov a spoločne sa zúčastnili na rôznych podujatiach. Poďakovala obci, obecnému zastupiteľstvu a sponzorom za podporu, ďalej oboznámila prítomných s pracovným plánom na rok 2015. Beszédében elmondta, hogy az elmúlt évben meglátogatták beteg tagtársaikat, kirándulásokat szerveztek és tevékenyen kivették részüket a község és a civil szervezetek által szervezett rendezvényeken. Szorosan együttműködnek a nyugdíjas egyesülettel, közös rendezvényeken vettek részt. Beszéde végén megköszönte a község és az önkormányzat, valamint a szponzorok támogatását, majd ismertette a tagsággal a 2015-ös évre szóló munkatervet. A klubot járnak kirándulni, szívesen mennek el brigádba, ha felkérjük őket. Mint minden évben most is meglátogattuk beteg tagtársainkat, és az évzáró gyűlés keretén belül felköszöntjük jubiláló tagtársainkat. Kirándulást szerveztünk Nagymegyerre, a termálfürdőbe. Kirándultunk Budapestre is, megnéztük a felújított Kossuth teret, és a gyönyörű Mátyás templomba vettünk részt egy szentmisén.
Tombolával járultunk hozzá a Csemadok bálhoz, a Kakas Fesztiválhoz és a Koszorúcska bálhoz. O stave financií referovala Zlatica Szabóová. A pénztár állásáról Szabó Aranka számolt be. Nemohlo chýbať ani blahoželanie jubilantom, ktorých obdarovali kvetinkou a malým darčekom. Nem maradhatott el a jubilánsok köszöntése sem, az ünnepelteket egy szál virággal és kis ajándékkal köszöntötték. V diskusii sa ujal slova aj starosta našej obce Ištván Domin, ktorý vyjadril vďaku organizácii za prácu a zároveň dúfa, že aj v budúcnosti môžu počítať s pomocou organizácie, ale aj obec sa pokúša uľahčiť život starších ľudí a odkázaných na pomoc. A vitában felszólalt valunk polgármestere Domin István is, aki köszönetét fejezte ki a szervezet munkájáért, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is számíthat a község a tagság segítségére, de a község is igyekszik könnyíteni az idősek és a rászorulók életén. Tehát kívánok önöknek sok erőt, egészséget, és köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Kellemes délután mindenki. Taktiež sa v diskusii prihovorila Helena Pajdová, ktorá zapriala organizácii veľa úspechov do budúcnosti.
A vitában felszólalt még Pajda Ilona is, aki sok sikert kívánt a szervezet további tevékenységéhez. Még egyszer mindenkinek jó egészséget, minden jót, és köszönöm, hogy meghallgattak. Határozati javaslat az izsai civilizációs betegségekkel sújtott évzáró szervezet. V záverečnej časti schôdze Terézia Kincerová oznámila návrh na uznesenie, ktorý členstvo jednohlasne schválilo. Az ülés végén Kincer Terézia ismertette a határozati javaslatot, melyet a tagság egyhangúlag elfogadott. Jóváhagyta a 2015-ös évre szóló munkatervet, jóváhagyta a telefon, postadíj és úti költségre szabott pénzösszeget, ami 30 eurót tesz ki, valamint a pénztár vezetésért 20 euró összeget. Kérem a tagságot, hogy kész fenntartással szavazzák meg, hogy beleegyeznek a határozati javaslatba. Van valaki ellen? Köszönöm szépen, ezzel a gyűlés hivatalos része véget ér. Marca sa konala výročná členská schôdza spolku Ižanskej mládeže v galérii obecného domu. Március 12-én tartotta az Izsai Fiatalok Egyesülete évzáró taggyűlését a Faluház galériájában. Ültünk egymás mellett, te rám néztél, meséltél, egyre csak s meséltél. Akkor én megkérdeztem, mire vártam. Nagyapa azt mondta, csak kitaláltam. Nagyapa, a meséid olyan szépek, mesélj nekem még sokáig, még arra kérlek. S mondd, nagyapa, igazak a történetek? Kislányom, csak kitaláltam mindeniket. Kitaláltam, hogy neked olyan jó legyen. Ha arcodat nevetni látom, az jó nekem. Kitaláltam és meséltem, szépen. Ne haragudj, kicsi lányom, de az élet már nem állom. Nem haragszom, papi, dehogy, csak csodálkozom rajta, de már értem, miért volt szép a csipke rózsika. Az életemet és sorsomat nem látom előre én, s csak remélem, hogy nem leszek egyedül a földekén, s csak remélem, hogy igaz lesz, mint egyszer mondott az anyám, hogy büszke leszel egyszer én rám, én drága nagyapám. V úvode schôdze si zúčastnení mohli vypočuť recitáciu Noémy Kurinovej, následne Ildikó Pastoreková privítala hostí a prítomných. Az ülés kezdetén Kurina Noémy szavalatát hallhatták a jelenlévők, majd Pastorek Ildikó köszöntötte a vendégeket és az egybegyűlteket. A polgármester úr, és megőrzném a járás szomorúk elnökét, valamint az önkormányzat képviselőit. O činnostiach v uplynulom roku referovala predsedníčka spolku Helena Kurinová. Az elmúlt év tevékenységéről szóló beszámolót Kurina Ilona a szervezet elnöke adta elő. Tisztelt tagság, amint tudjuk, szervezetünk működése elképzelhetetlen és lehetetlen lenne anyagi támogatás nélkül, és ezt újra meg szeretném köszönni polgármester úrnak és az önkormányzatnak. Egyéni támogatóinknak is kérjük, továbbra is támogassák munkánkat. Köszönet tagjainknak, akik bármilyen módon segítették munkánkat. Tudom, hogy a 2015-ös évben is számíthatunk segítségükre, és remélem gyakran tudunk majd együtt hasznosan és kellemes időt tölteni. Ehhez kívánok mindannyiunknak nagyon jó erőt és egészséget. Köszönöm. V diskusii sa ujal slova starosta obce Ištván Domín, ktorý poďakoval spolku za doterajšiu prácu a zaprial im veľa úspechov do budúcnosti. A vitában felszólalt valunk polgármestere Domín István, aki megköszönte a szervezet tagjainak eddigi tevékenységét, és sok sikert kívánt az Egyesületnek további munkájához. Köszönöm szépen a község nevében.
és az önkormányzat nevében azt a tevékenységet, amit a 2014-es évben kifejtettek a községünk nevén, hírnevének a öregbítése céljából. Külön üdvözlöm azt, hogy sikerült végül is a megfelelő bejegyzést elvégezni, és ezáltal a község tudja támogatni az ifjú csomagoknak is a működését. Természetesen nem fog ez máshogy történni ebben az évben is. Az önkormányzat már jóvá hagyta még a 2014-es év folyamán a költségvetést, amelyben ugyanekkor összeggel szeretné támogatni az ifjú csomagoknak a munkáját. Nagy öröm számomra az, hogy jelen vannak önkormányzati képviselők, és ugyanúgy a fiatal korosztály is. Üdvözlöm Enikőt is. Ez azt jelzi, hogy az ifjú csapat munkája, lassan kezd beérni, az idősebb és a fiatal generáció munkája összefonódik, és az ifjú csapatok is már maradandó kézjegyét hagyta a község fejlődése érdekében, érintve itt vagy gondolva itt a kopjafa állítására, amely egy közösségi akaratot fogalmazott meg, és ezáltal jött létre ez a közös kezdeményezés. Amennyiben majd egyszer felújításra kerül a községház előtti tér, természetesen a kopjafát is megfelelő helyre fogjuk helyezni, és ezáltal is meghagyni őt a megfelelő tisztségében, amelyre szántuk annak idején. Nagyon köszönöm szépen még egyszer a meghívást, köszönöm az önkormányzat nevében a tevékenységet, szép délután kívánok! Köszönöm! Hát elsősorban nagyon örülök, hogy sikerült végre ezt elintézni, ezt a papírológiát, ami után elég sokat rohangázott. Prihovoril sa aj Attila Pető, predseda okresného výboru Čemadoku v Komárne, ktorý spomenul aj problémy ohľadom registrácie spolku, čo ale úspešne vyriešili. A vitában felszólalt még Pető Attila is, a Csemadok komáromi területi választmányának elnöke, aki megemlítette a szervezet bejegyeztetése körül kialakult problémákat is, melyet végül sikeresen megoldottak. És mindig arra kell őket ösztönözni, minél többet és többet adjanak az önkormányzat. És én nagyon sajnálom, kisgyerekes anyukák dolgoznak. Júlia Bulajčíková upozornila, že čas chôdze nebol ustanovený na najvhodnejší, kvôli čomu sa viacerí nevedeli zúčastniť, pretože sú ešte v robote alebo v škole. Bulajčík Júlia felhívta a figyelmet arra, hogy a gyűlés időpontja nem a legmegfelelőbb időpontra lett meghatározva, mivel sokan azért nem tudnak részt venni, mert még munkában vagy iskolában vannak. Én azért mondom, hogy sajnálom, hogy nem hallották a többi, a tagság, mindazt, amit elmondtál, köszönöm, nagyon szépen elmondtok, gratulálok hozzá, és tényleg jó érzést tölt el, hogy azért van egy csapat, aki viszi, és én nagyon bízok benne. Reméljük, tavasszal sort keríthetünk erre is. Terveink között szerepel egynapos kirándulás. Pracovný plán na nasledujúce obdobie predstavila Helena Kurinová, a neskôr členovia schválili návrh na uznesenie. Az elkövetkező időszakra szóló munkatervet Kurina Ilona ismertette, majd a tagság elfogadta a határozati javaslatot. A határozati javaslatot a tagság 23 szavazattal egyhangúlag elfogadta. Na konci schôdze boli prítomní pohostení malým občerstvením. A gyűlés végén frissítővel kedveskedtek a jelenlévőknek. Dňa 20. marca sa otvárala výstava amatérskych umelcov v Galérii Múzea Kelemancia. Március 20-án amatőr művészek alkotásaiból nyílt kiállítás a Kelemancia Múzeum galériájában. Aranyal más az én sejem, keszkenőm, van is nékem szép bizsában szeretőm. Regény legyen, kivelbe színbe állok. Tiszta búzát szemezget a vadgalomb, de szépen szól az izsai nagy harang. V úvode s ľudovými piesňami vystúpil spevácky súbor Búzovirág, následne Čilla Brodská predstavila troch amatérských umelcov. Editu Tótovú, Moniku Hegedűsovú a Veroniku Horvátovú rodenú Markovicovú.
Bevezetőként a Búzavirág énekkar adott elő néhány népdalt, majd Brocká Csilla méltatta a három hobbi művészt, Tóth Edit, Hetegedős Mónika és Horváth született Markovics Veronika életútjait. Ó, te mind a kettő, az izsai torony tetejére, rászállott egy holló feketébe, szárnyat, jaj, de aranyos a tolla, most vagyok a legszebb asszonykorba. Az izsai falu végén van egy cserepes ház, arra járok, még a szívem is fáj, valahányszor arra megyek el előtte, mindannyiszor kis angyalom, csak te jutsz az eszembe. Valahányszor arra megyek el előtte, mindannyiszor kis angyalom, csak te jutsz az eszembe. Régi a szuknyám, még az édesanyám varta, az arányi csipke csak úgy ragyog rajta. Szeretettel gondolok reálja, legyen áldott a két keze munkája. Szeretettel gondolok reálja, legyen áldott a két keze munkája. Kiállításon a mandalákat üvegfestés technikával Tóth Edikke készítette, ki Bhután él családjával. A kézművesség már... Edita Tótová vystavovala mandaly maľované na sklo, ako aj ručne tkané ozdobené predmety. Tóth Edit üvegre festett mandalákat állított ki, valamint kézi szövésű dísztárgyakat. Záľubou Moniky Hegedűsovej je maľovanie hodvábu, ale v kruhu prítomných zožali veľký úspech ručne vyrobené bižutérie. Hegedűs Mónika kedvenc hobbija a sejmek festése, de a jelenlévők körében nagy tetszést váltottak ki saját készítésű divatékszerei is. Veronika Horvátová očarila návštevníkov doma vyrobenými mydlami, ktoré boli nielen pekné, ale aj ich vôňa bola jedinečná. Horváth Veronika a házi készítésű szappanokkal kápráztatta el a látogatókat, melyek nem csak tetszetősek voltak, de az illatuk is egyedi volt. Elsősorban engedjék meg, hogy átadjam polgármesterünk Domin István úr üzenetét és üdvözletét. Tri umelkenye privítal aj prednosta obecného úradu Tibor Dittel. A három művész Dittel Tibor a községi hivatal előjárója is köszöntötte. K zrodeniu výstavy prispela svojou prácou aj Enikő Sámson. A tárlat összeállításában Sámson Enikő is nagy szerepet vállalt. Thank you.
Dňa 27. marca organizovala Slovenská liga proti rakovine tradičnú celoslovenskú zbierku pod názvom Deň narcisov. Március 27-ére tűzte ki a Szlovák rák ellenes liga az immár hagyományos összlovákiai adománygyűjtő akcióját, a Narcisok napját. Zbierky sa aj v tomto roku ujali žiaci základnej školy Károje Dömeho, ktorí chodili po domoch a uliciach, aby oslovili ľudí k prispievaniu do zbierky. Deti za príspevok obdarovali ľudí narcisovým kvietkom a letákom. Žiaci sa dobrovoľne ujali tejto úlohy, hoci ich čakalo nepriaznivé počasie. A gyűjtést az idén is a Döme Károly alapiskola diákjai vállalták magukra, akik utcáról utcára, házról házra járva szólították meg a lakósokat az adakozásra. A gyerekek a pénzadományért cserébe kis narcisz kitűzőt és szórólapokat osztottak. A tanulók önként vállalták magukra ezt a feladatot, a nem éppen kellemes időjárás viszontosságainak kitéve. Zozbierané peniaze spoločne zrátali s pani učiteľkou Katalin Gerle, ktorá riadila celú akciu. Deťom sa v tomto roku podarilo zozbierať 380,92 eur, ktoré boli odoslané na účet Ligy proti rakovine.
Az összegyűjtött pénzt közösen számolták meg Gelle Katalin tanítónővel, aki az egész akciót irányította. A gyerekeknek az idén 380 euró és 92 centet sikerült összegyűjteniük, melyet aztán továbbítottak a Rákellenes Liga számlájára. Milí diváci, touto cestou by sme vám chceli pripomenúť, že naša obec aj v tomto roku usporiada tradičné jazdecké dni, ktoré sa začnú už 30. apríla v stýčení mája, koncertmi a diskotékou. A 1. mája s bohatými jazdeckými súťažami, vystúpeniami folklórnych skupín, sprievodnými akciami a jarmokom. Všetkých návštevníkov srdečne očakávajú. Kedves nézőink, ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy községünk az idén is megrendezi a már hagyományos lovasnapokat, amely már április 30-án kezdődik május válítással, koncertekkel és diszkóval, illetve május 1-én gazdag lovas és kultúrműsorokkal, kísérő rendezvényekkel és vásárral, melyre nagy szeretettel várják falunk lakosait és az érdeklődőket. Ďakujeme za vašu pozornosť, prajeme vám príjemný zvyšok dnešného večera a s novým programom sa stretneme 10. mája. Dovidenia. Köszönjük szíves figyelmüket, köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Új adással május 10-én jelentkezünk majd. További kellemes estét, a viszontlátásra.